2015. szeptember 10-én adták át Izsófalván az egészségházban a megújult védőnő szolgált új létesítményét. A 49,5 millió forintos állami támogatásból megújuló épületrész átadásán köszöntő beszédet mondott Demeter Zoltán országgyűlési képviselő. Hát hála Istennek egy örömteli eseményre gyülekeztünk egybe. Védőnői szolgálatnak a fejlesztése megtörtént, megújult egy épület, és ez mindig nagyon fontos, nem csak maga az, hogy egy beruházás megvalósul, hanem az is, hogy a beruházással az embereknek az egészsége is természetesen annak az ellátása javulni fog. És ami nagyon fontos az, hogy az önkormányzat itt Izsófalván is ismét ki tudta használni azt a lehetőséget, amit egy-egy pázdi felhívás kínál az önkormányzatoknak. És ez a legfontosabb, hogy az önkormányzatok, a polgármesterek, a képviselőtestületek minél nagyobb célokat, terveket tudjanak megfogalmazni, különösen most, amikor egy újabb uniós forrásnak a lehetősége lesz majd az önkormányzatok előtt a megyei pályázatoknak a megjelenésével. És én bízom abban, hogy a polgármesterek át is érzik ennek a felelősségét, és tudatában vannak annak, hogy most lesz egy 2-3 esztendő, amikor igenis infrastruktúrálisan is fejlődhet az az adott település, ahol az emberek élik a mindennapjaikat. És említettem az ünnepi beszédben, hogy nagyon jó az, hogyha fejlődik egy település, de azért az is fontos, hogy az embereknek milyen a közérzete ott azon a helyen, ahol éppen a mindennapjaikat élik. Tehát el tudunk élni sok mindent a pénzzel, az anyagiakkal, meg tudunk valósítani elképzeléseket, terveket, de fontos az is, hogy az emberek érezzék azt, hogy egy közösségben kell élni az életüket, és ebben a közösségben ott kell, hogy legyen az az egyszerű emberi érzés, hogy elfogadjuk a másikat, hogy szeretettel vannak az emberek egymás felé és egymás iránt, és ugyanakkor ott van a megbecsülés, ott van a tisztelet azok felé, az emberek felé, akik tényleg oda teszik magukat, és mindent megtesztek a munkájukkal, a kitartásukkal azért, hogy egy-egy település valóban elindulhasson a fejlődés útján. Én ehhez gratulálok Izsófalva önkormányzatának, hogy most sikerült ezt az épületet felújítani, és bízom benne, hogy polgármester úrral közösen és a képviselőtestülettel közösen és természetesen Izsófalvával közösen még nagyon sok ilyen örömteli alkalom lesz a település életében. Az eseményen részt vett még Negruth Ágoston elnöki főtanácsadó, Szaniszló János, a Kazincbarcikai járási hivatal vezetője, Simon Otto Izsófalva polgármestere és a környező települések polgármesterei. Több éven keresztül a pócon hevert ez a terv, ez a pályázati csomag. Aztán most egy kicsit leporoltuk, és sikerrel jártunk. 49,5 millió forintos állami támogatással, illetve uniós pályázaton nyert forrásokkal megvalósult ez a projekt. Nagyon örülünk neki, teljesen újat csináltunk a régi helyett, mindent kicseréltünk, bútort, csempét, járólapot, mindent. Csak a személyzetet nem, természetesen azt nem is szeretnénk, és nagyon örülnek neki, hogy szinte új munkahelyük van. Aztán még annak örülünk nagyon, hogy sikerült a tetőszerkezetre feltenni a napelemeket, napkollektorokat, úgyhogy innentől kezdve majdnem saját lábon fog állni ez az épületrész. Energia meg melegvízellátásból körülbelül olyan 95%-on fogja tudni magát eltartani. Mit jelent ez a fejlesztés a település életében? Ez a falu már nagyon régen rászorult erre a felújítási munkálatokra. Szerintem Izsófalva összes lakosa örül ennek, de főleg az a lényeg, hogy a gyerekek itt a védőnői szolgálathoz bekerült iskolás, óvodás vagy csecsemők tisztességes, jó ellátást kapjanak. Ez mindennél fontosabb. A település lakói mikor vehetik igénybe az újonnan átadott védőnői szolgálatot? Település lakói szerintem a nyitás után egy fél órával átvehetik, illetve az itt dolgozó személyzetvédőnő, amikor kiteszi majd a rendelési időt konkrétan, hogy mikor, onnantól kezdve bármikor, amikor csak kell. Hát hisz ez azt a célt szolgálja, hogy a lakosok, meg még egyszer a gyerekek egészségét szolgálja az intézmény. A köszöntő beszédeket követően ünnepélyes szalagátvágással adták át a felújított létesítményt, majd a résztvevők közösen körbejárták az egészségházat.